Üdvözlök mindenkit, Nekrokrim vagyok, jöjjön egy kis Warframe update, 17 új uh, questje, és ami legfontosabb a története, mert nagyon jó kis történetet kerítettek uh, köré, és lehet, hogy nem mindenki beszél ugye pro angolul, úgyhogy jön most annak egy kicsit lefordítása, hogy még, több, még jobban hangulatosá tegye ezt a Warframe uh, történetet. De először is nézzétek meg a másik videót uh, a, csatornámon, az update uh, 17 új információval, információival, és uh, itt is egy csomó mindent megtudhatok az új mozgáskultúráról, fegyverekről, és a többi, és a többi. Uh, de íme itt a lényeg, ez lenne maga az új quest, és amit csinálni kell, vagy hogyan jön elő ez az új quest. Először is uh, Mastery Rank 3 vagy afölött kell, hogy legyen. Szóval, ugye, ami a neved mellett van kis számocska, aznak 3-as vagy fölötte kell lennie, és miközben játszol, vagy éppen farmolgatod az új Warframe-et, meg fog jelenni neked egy olyan fura íz, amit itt láthatatok az előbb, és egy ilyen lebegő valami semmiképp se ön meg, na most azt ott be kell szkennelni. Honnan tudod, hogy jönni fog? Egy kicsit olyan lesz, mint a S.T.A.L.K.E.R. jönne, érted? És úgy fog villogni a képernyő valamit, és ilyen fura hangja is fog lejátszódni, akkor tudod, hogy az lesz az, előveszed a szkennert, Uh, szkennert be, beszerezni Simarisztudától uh, lehet, a Saturnus relay elmész, azt veszel tőle, és akkor nagyon boldog leszel, de többnyire majdnem mindenkinek lesz egy pár uh, az acskójába. Talán azoknak nem, akik már Rank 5 alatt vannak, azoknak nem biztos, hogy lesz. Akik már egyszer megcsinálták a Chroma küldetést, azoknak majdnem biztos van, lesz ilyen szintézis szkennerük, Ha nem, akkor venni kell a, a Saturnus relay -en a Simaristól, és uh, így tudok szerezni szintézis szkenner. Ezt beszkennelitek, és akkor el fog indulni ez az új küldetés, ami Nathan névre hallgat, és, és, ugye az egész egy nagy sztorinak lesz az előjele, és uh, mikor így elindult a küldetés, eleve már eleve érdekesen indult, tehát mikor megjelent először nekem ez a robot, akkor uh, rögtön a Lotus bejön, hogy mit láttál, mi volt az Úristen, és akkor kiindul a nagy pánik, és amint végeztem azzal az adott küldetéssel, az űrhajóban el is, indi, el is, lehetett indítani ezt az új küldetést, ami Nata névre hallgat, és ahogy olvastam ott a oldalt a küldetéshez, hát mondom, ennek valahogy nagy sok köze lesz a lótuszhoz. Hát mondom, mi a fele? Először is a földre kell menni, és a földön ugyanilyen robotok, vagy ilyen furcsa valamiket kell beszkennelni kettőt. Na most az egyik érdekessége az, hogy egyik meg fog jelenni neked, és akkor gyorsan leszkenneled, utána eltűnik. De utána úgy tűnik el, hogy többet nem kapsz róla jelet, hogy hol lehet, úgyhogy elő kell venni a szkennet, és folyamatosan is szkennelgetni, és keresgélni a pályán, és akkor előbb-utóbb meg fogod találni, szóval ne fel a küzdelmet, előbb-utóbb meg fogod találni, és akkor be kell szkennelni. Ez a legmacerább része az egész küldetésnek, és Gyakorlatilag abban a pillanatban, amikor ez beszkennelted a második példát is ebből a valamiből, a lótusz feljön ilyen pánikba, hogy mi volt az, mit láttál, és egyszer csak így elakad a szava, és akkor így eltűnik. Tehát így annyit mond neked, hogy hogy stay safe tenó, tehát maradj biztonságban tenó, vagy mit, hogy vigyázz magadra tenó, és így eltűnik. És mint hogyha tényleg így ott hagytak volna a francba, meg is elnék Ordis, azt mondja neked, hogy ott, vagy üzenetbe küldi, hogy, hogy nem hiszi el, hogy a Lotus elhagyott téged, vagy mit tudom én, és uh, teljes mértékben uh, pánikba. És nem, nem tudom, lehet, hogy Uh, ha már van számomra egy kis cifi, az egész uh, játékványom, amit megvettek kilóra, szóval így elég érdekesen indul a sztoriának az update uh, 17-nek, és akkor így a Lotus eltűnik, és megjelenik neked az űrhajódon, uh, illetve először is Orisztól kapsz egy üzenetet, hogy hú, hát valakit meg kéne menteni. Uh, megjelenik az űrhajódon, neked ugyanaz a tag, aki a a PVP meccseket szokta vezénelni, és akkor azt mondja neked, hogy most rántsuk le a leplet tulajdonképpen a Lotus titkairól, és akkor, opsz, hát igen, a Lotus mindig is egy kicsit furcsa volt, ugye? Nem sok magyarázatot ad, hogy miért kell csinálni, csak követjük itt a parancsokat, mint valami birkák. Káoszt, mintha előre programoznának be minket a különböző mostani társadalmi normákra, csak mennyien, megkérdezzék, csináld azt, amit kell. Szóval kicsit ilyen a worsen érzete, amikor a lótusnak dolgozol, de most kiderülnek mocskos titkai. Úgyhogy a második részben már is elmehetünk egy mobile defense-ben ahol megvédünk háromszor három ilyen terminált, ahonnan ki szedjük az adatokat, és ott is már így elkezdenek kiderülni bizonyos dolgok. Többek között az, hogy tájregor, akitől az új Warframe-et ki talált egy helyet, egy ilyen sírhelyet, amit fel akar tárni és meg akar nyitni, ez derül ki abból. Na most akkor a harmadik küldetésben el kell kapni egy tagot, egy új capture, egy új capture-nél, vigyázni kell az új capture-rel, nem szabad most annyira lebecsülni az ellenfeleket, mert vannak különleges képességei, és hogyha nem vagy vele éppen adott egy szobába abban a capture-ben, akkor képes lockdown csinálni, tehát lezárja a szobát, és könnyen elveszheted így a célt, úgyhogy lehetek gyorsak a capture-re, és vigyetek erős fegyvert. Na most, ennél a capture kiderül, hogy ez a tag tudja, hogy hol van a v és el fogunk menni gyakorlatilag érte, hogy megakadályozunk, hogy felnyissa ezt a e, tumbot. És amit itt láthattok, ez egy survival játék, ez lesz a 1, 2, 3, 4. játék, és ahhoz survival kell játszani, hogy éppen megpróbálnánk megakadályozni, hogy Tyrego felnyissa ezt a, ezt a sírhelyet, és e, ugye lekapcsol ránk mindenféle életjelet, és akkor próbál, e, próbál minket gyakorlatilag megölni, és akkor survival kell tolni gyakorlatilag, és közben e, Tyrego sokszor megjelenik, és e, elkezd mondani, leírni, tulajdonképpen, hogy mi van ebben a sírban, és és hogy ő most be, be fog menni a sírban, és nem fogjuk mi őt megakadályozni. Miért akarjuk tönkretenni a történelmünket? Meg kell tudnunk, hogy mi volt ott, mert, mert azok, akik el tudták pusztítani az orokin dereliktet, azok, azok akár a megmentőink is lehetnek, és így megpróbál bejutni. Mi meg nagyba próbálunk me túlélni, mert nem tudunk eljutni oda hozzá, ugye gyakorlatilag, és bejut és feltárja a síroket, és akkor hirtelen meg fog majd jelenni nektek a képernyőn egy szentiem. Uh, szóval ugye ők az új ellenfelek, lesznek majd, azért is csak Echo of the Sentient az update a neve, ők lesznek majd valamikor az új ellenfelek. Megint egy Sentient, de nem tud uh, beszélni, most is láthatátok hirtelen a képernyőt, uh, nem tud beszélni, és uh, gyakorlatilag Tyragon beparázik, és megpróbál, uh, Ugye megpróbál elmeli a hát el, előbb-utóbb el is uh, menekül. És mert, mert rájön, hogy nincs edő, és rájön, hogy milyen erőre uh, bukkant. De ez az, a szent jelenek, még mindig nem uh, halljuk a hangját, és még mindig nem tudjuk, hogy mi az, ki az, és nagyon mi köze van a lótuszhoz, csak tudjuk, hogy a lótuszhoz közel van, és amint megláttátok, hogy az első képet róla azért rájöttetek, hogy azért több közel van a lótusznak hozzá, mint kellene, és, és hogy az egész Warframe sztori, amikor így elkezdesz játszani vele, így érzed, ezzel a lótusszal valami elestével csak így löki neked a rizsát, csináld ezt, csináld azt, de miért, 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 tehát nekem a warframe az egyetlen ilyen nagyon mozgató rugó a miért, 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 kinek miért, 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 az Ordis is az űrhajóban mond egy csomó a régi háborúról. Na most az, hogy tudjál dolgokat a régi háborúról, és hogy kerültek a warframe-ek, hogy lettek ide, kicsit játszanod kell a Dark sector és a kettő közötti kapcsolattörténetet el kell olvasd a wikipedia vagy a Warframe webodán, ha már ott sok minden nincs. És akkor így egy nagy képet kapsz a Warframe univerzumáról, mintha kiátszottad a Dark Sectors nevű játékot. Na most, Uh, ugye a Lotusnak látható a sok köze hozzá, a végén elérsz egy defense játékhoz magában ezen a sírben, és végre meg, megszól a Szent és amit láthatjátok itt is oldalt a képen, tökre úgy néz ki, mint a lótusz. És egy olyat mond a Lotusnak, hogy, hogy Nata, uh, miért árultál el, miért nem fejezted be a szekvenciát, uh, vagy, vagyis hát a folyamatot, és... Uh, egyszer csak ugye mindenki így, hogy Nata, miért hívtéged így? Uh, és miről beszél ez a valami, és akkor mondja a Lótusz, hogy natál régi, uh, az ő régi neve, és akkor ugye, talán eddig nem lett valami világos, uh, kiderül, hogy a Lótusz maga is egy szent volt. És volt neki egy folyamata, amit uh, be kellett volna fejezzen, de nem fejezett be, és uh, ő belőle a Lótusz lett. Hogy miért nem fejezte be, ez még nem derül ki, hogy miért lett a lótusz, az még nem derül ki, de hogyha egy kicsit ugye ismerik a warframe az eredet történetét, hogy hogyan van ez az egész, akkor nem olyan nehéz kitalálni, nem biztos, hogy így van, csak ilyen, ilyen spekuláció főleg a részemről, hogy hogy lehet, ugye kiderül, hogy Nátáva és hát a lótusz ennek a Szent ilyen valaminek a lánya tulajdonképpen, nem beszélve arról, hogy ha fölébrednek a szentének, a Lotus lesz az egyik legvadászottabb személy az egész galaxisban, az a Warframe univerzumban, mert a szentének vadászni fognak rá. És akkor többivalószínűleg valószínűleg a szentének, itt kőkemény háború lesz a Lotus védelméért, aki, aki amúgy nem nekem nem egy túl szimpatikus arc, mert nem tudok róla semmit, ugye. Mindig csak a miértek értek vannak mögötte, de most már legalább valami kiderült. Ezen a defense mission-on vigyázni kell, össze-vissza kell járni a pályát, és több helyen kell megvédeni több ilyen uh, cryopodot, és uh, a lényeg az, hogy ezt mit, mit, mit fel kell robbantani, hogy ne tudjanak a szentének felkelni, természetesen késő lesz. És akkor uh, kiderül még ugye az, a, a folyamatról, csak annyit, hogy ez a folyamat valószínűleg az lett volna, hogy miután a warframe-eket, ugye warframe-eket hogy a szentjeleket legyőzzék, na most ez megtörtént, és utána az, a warframe-ek ugye fellázadtak, a, a, készítőik ellen, és gyakorlatilag elpusztították őket. Na de hogy miért lázadtak föl, azt nem tudni, úgyhogy lehet, hogy a több keze van mindehez, mint kéne, hogy miért lázadtak föl. Ugye a azt mondjuk az eredet szerint szabadságra vágytak, és ezért fellázadtak, de lehet, hogy a lótusznak több köze van ez az egészhez. Lehet a lótusz feladata az, hogy beépüljön, bizalmat szerezzen, és beépüljön, bizalmat szerezzen, és, és gyakorlatilag elpusztítsa utána a borsanyokat, vagy a saját oldalakra állít, hogy állítsa, jó kérdés nem tudni, de a lényeg az, hogy ő lett mindenki anyja, a lótus, mert ne, egyszerűen nem fejezte be azt a folyamatot, amit kapott gyakorlatilag az őseitől, hanem gyakorlatilag a lótusz volt az, aki végül nem megölte az ősét, hanem elrejtette őket egy sírba, és most ugye ez a sír fel lett tárva, így a sztori szerint, és akkor a lótuszt gyakorlatilag most majd üldözni fogják, mert a saját népe Uh, ellen fordult. Na most a, a sztori szerintem elég érdekes, tehát elég jó sztori köré kerítették ezt az egész update uh, 17 questet. Az egyetlen baj az, hogy a végén egy ilyen darab valamit kapsz, amivel az új slotot uh, fel oldhatod, de jó a dolog igazából, érdemes feladni ezt az új szlotot, mert uh, belerakaszt uh, újabb modokat, másrészt az, hogy új értelmet ad annak, hogy a warframe játszam, mert uh, Uh, le kell formázva, amit nem is egyszer, nem kétszer, hogy szépen faszáson minden uh, mocskot beleférje, mindent bele tudják rakni úgy, ahogy kell. Úgyhogy egy jó vérfrissítés ez a quest is, és egy jó vérfrissítés uh, ez az update 17, és akkor innentől kezdve már csak a szentelekre várok, mint az új. Uh, ellenfélre, és hát kíváncsi vagyok tulajdonképpen, hogy milyen lesz, mert már gyakorlatilag ez is uh, így ráférne talán a Warfő világából, hogy legyen egy új frakció, új ellenfél, új kihívások, ne új játékstílus. Uh, ha megnézhetek a másik videót, ott uh, fogok beszélni még az újdonságokról, a fegyverekről, mozgáskultúráról és a többi és a többi. az is remélem, hogy tetszett a videó, remélem, hogy tetszett a story és újra kedves kapcsolatok a Warshammerszal, -e -e netán eddig uh, untáltuk volna, vagy bármi ilyesmi. Ja igen, itt uh, vigyázzatok, be fog bangolni uh, valószínűleg ez az utolsó defense küldetés, úgyhogy uh, vigyetek agresszív, ultimate képességű frémet. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!